Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntünk, üdvözlünk mindenkit az MKT vándorgyűlésén. A környezetgazdasági szakosztály, a megújult elnöksége és szakértő vendégeink nevében. A mai alkalommal egy nagyon időszerű témát járnánk körül, méghozzá azt, hogy karbonsemlegessé tehető-e Európa. Legelőször is bemutatnám itt a vendégeinket, illetve saját magunkat, itt nagy szeretettel megköszönve, hogy eljöttek. Kaderják Pétert először is, a Zero Carbon Központ igazgatója. Emellett, hogyha itt most elkezdeném elmondani, hogy a témában milyen korábbi feladatokat látott el, államtitkári, regionális energia, gazdasági kutatóközpont igazgatója, stb. Az azt hiszem túlmutatna a időkeretünkön, úgyhogy csak kiemeltem egy-kettőt. Csutora Mária, a szakosztályunk elnöke, Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet egyetemi tanára. Vadovics Edina, a Green Dependent Egyesület szakmai vezetője, környezeti menedzser, elsősorban a fogyasztási oldalát vizsgálja a témának. És ugye moderátor én lennék, Harangozó Gábor, szintén Corvinus, a Fenntartható Fejlődés Intézet és a Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan tanszéknek a vezetője. A következőkben úgy haladnánk, hogy ezt a témánkat, ugye, miszerint karbonsemlegessé tehető-e Európa, néhány nézőpontból egy-egy rövid előadás kis bevezető keretében körüljárnánk, majd ugye ezt követné egy kerekasztal beszélgetés. Itt ugye nagyon izgalmas témák fognak felmerülni, hiszen ugye ez a karbonsemlegesség, ez már egy nagyon régóta asztalon levő kérdés, kihívás, ahol már évtizedek óta történnek előrelépések, erőfeszítések, változó rész eredményekkel. Ugye most emellett itt az elmúlt egy-két-három évben bejött azért néhány ugye csavar, nehezítő tényező. Ugye az egyik a Covid járvány, ami ugye nagyon sok tekintetben áthuzalozta ezt a ugye területet is. Még nem látjuk teljesen, hogy mi lesz ennek a ugye nettó kifutása, annak rámogató és ugye hátráltató tényezők is, amit itt ugye ez felvet a karbonsemlegesség szempontjából, illetve ugye hát a jelenlegi energiaválság, ami ugye én azt remélem, hogy itt a mai alkalom online kerekasztal beszélgetésünk végére egy kicsit többet fogunk arról tudni, hogy ugye itt ennek a különböző ugye kimenetei milyen mértékben járulhatnak esetleg hozzá a ugye karbonsemlegesség irányába tett erőfeszítések felé, illetve van-e olyan szempont, ahol meg egy kicsit ez visszavetheti az eddigi erőfeszítéseinket. Itt a rövid bevezető után felkérném először Csutora Mária elnökasszonyt, hogy egy röviden ugye foglalja össze itt a klímasemlegesség, karbonsemlegesség témáját, illetve esetleg itt az új szakosztályi vezetőség nevében röviden itt a környezetgazdasági szakosztálynak a tevékenységét is mutassa be. Igen, hát én is üdvözlök mindenkit. Ugye Kerekes professzor úgy gondolta, hogy továbbadja a stafétabotot, de megmaradt tiszteletbeli elnökségi tagunknak, és hát ugye én vettem át az elnökségi pozíciót, a titkárunk Harangozó Gábor tőlem balra, és hát az elnökségi tagok közé tartozik most a Dombi Mihály a Debreceni Egyetemről, Kovács Eszter Gödöllői Szent István Egyetemről, és Benedek Zsófi az MTA Közgazdasági Egyetemről. És hát ilyen nagyon izgalmas dolgokat terveztünk, reméljük meg tudjuk valósítani. A mai alkalom ugye a klímasemlegesség kérdésköre, aztán a nem növekedésről tervezünk még vitát, a bioekonomiáról, a biológiai megújuló erőforrások szerepéről a gazdaságban, aztán a vállalatok teljesítményének méréséről a UN DSG kapcsán, Sustainable Development Goals kapcsán, szóval lesznek itt mindenféle érdekes dolgok, hát reméljük, hogy ez sikerülni fog. Hát igen, amikor én ezt a szekciót elterveztem, így nyitó szekciót, akkor csak arra gondoltam, hogy itt a klímaváltozásról, meg a karbonsemlegességről ugye mindenképpen beszélni kéne, hiszen az Európai Unió meghirdette, hogy 2050-re karbonsemleges szeretne lenni, és még 20 évvel ezelőtt nagyon jókat vitatkoztunk ugye arról, hogy milyen
van-e klímaváltozás, nincs-e klímaváltozás, addigra ugye ez tapasztalati tény. Engem anyukám szánkon hordott az oviba, most viszont a leggonoszabb ajándék karácsonyra egy gyereknek a szánkó, hiszen ugye nagy valószínűséggel nem fogja tudni használni. Mit jelent ez a karbonsemlegesség kérdésköre? Hát reméljük, hogy erről majd Kaderják Péter egy kicsikét talán részletesebben is fog beszélni. Legegyszerűbb megközelítésben ez azt jelenti, hogy a fosszilis energiahordozóktól függetlenné tesszük az energiatermelő rendszerünket, és itt rögtön nagyon-nagyon provokatív kérdések merülnek fel, hogy ebből mennyi lesz a megújuló energia, és milyen szerepet szánunk mondjuk az atomenergiának, mint szintén ugye elvileg klímasemleges zéró karbon kibocsátásnak. Most a történet ez ennél persze sokkal bonyolultabb, hiszen nem csak energiatermeléssel lehet a világ karbon kibocsátását növelni, hanem közvetett módon is, ugye termékeket importálunk olyan országokból, akik ezt szennyező módon állítják elő. Milyen szerepe van ugye, a szennyezési jogok vásárlásának, a kompenzációnak a karbonsemlegességre, szóval nagyon sok mindenről lehet itt szó. A másik oldal, amivel viszonylag ritkát foglalkozunk, ugye ezért hívtam meg Edinát, és ez a keresleti oldal, hogy szükséges-e, hogy annyi energiát fogyasszunk, mint amennyit fogyasztunk. És az Európai Unió ugye a keresleti oldalnak is egy komoly szerepet szán a karbonsemlegességi stratégiában, az energiahatékonyság növelésén keresztül, illetve a kínálati oldalon keresztül. És hát egyetlen egy ábrát hadd mutassak meg, hogyha tovább mennénk, hogy magának a keresleti oldalnak a szerepét alátámasztja az is, hogy jelenleg sok energiát fogyasztunk, és nem hatékonyan fogyasztjuk azt az energiát. A lakosságnak az energiafelhasználása most már olyan nagyságrendű, ugye, mint az iparnak az energiafelhasználása, és azon belül is ugye a háztartási energia felhasználása egy nagyon nagy tétel. Pár évvel ezelőtt egy Európai Uniós projekt az Enable kapcsán végeztünk egy ilyen felmérést, hogy kik használják a legtöbb fűtési energiát, kinek a legnagyobb a fűtési számlája, és ugye a legnagyobb megdöbbenésünkre az jött ki, hogy igazából a lakosság legszegényebb rétegei többet fizetnek fűtési számlára, mint mondjuk a középosztály. Úgyhogy az első decilis, első jövedelmi decilis a legszegényebb 10%-nak, ugye magasabb a fűtési energia felhasználása, mint a 8. decilisnek, tehát egy viszonylag gazdag decilisnek, mert nagyon, nagyon rossz állapotú házakban élnek, főleg vidéki háztartások. Második decilis is csak azért javul, mert ott több a városi társas házi lakás. A harmadik decilisben már van arra pénzük, hogy fűtsenek, már nem 19 fokos lakásba fagyoskodnak, de nincs még pénzük arra, hogy az energia hatékonysági javításokat véghez vigyék, és ugye ettől kezdve elkezd javulni a történet, majd a leggazdagabbak olyan nagy lakásokban megint csak sokat fűtenek. Tehát, hogy van egy szociális vetülete is a dolognak, hogy sok energiát használunk, de valószínű, hogy nem is kellene ennyi energiát használni. Szóval ezért úgy gondoltuk, hogy a kereslet és a kínálati oldalról mind a két oldallal foglalkozunk, és szerintem én itt tovább is passzolnám a történetet, és ugye akkor felkérném Kaderják Pétert, hogy foglalkozzon ezzel, hogy az energiarendszerünket hogyan tudnánk egy kicsit karbonsemlegesebbé tenni. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Akkor elnök asszony, és nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, akik meghallgatják ezt a beszélgetést, és nagyon örülök, hogy ebben a körben van lehetőségünk erről a nagyon aktuális témáról eszmét cserélni, beszélgetni. Arra kért meg elnök asszony, hogy a karbonsemleges átállása, az átállásnak a kínálati oldali lehetőségeivel foglalkozzam elsősorban, úgyhogy hoztam egy pár diát, amiben megpróbáltam összefoglalni azt, amit erről jelenleg gondolok. Tulajdonképpen a közepébe is vágnék, és leginkább azt az 5 fő üzenetet ismerhetném először, amit a témával kapcsolatban ugye fontosnak tartanék. Az első üzenet az
az, amit elnök asszony már említett, nevezetesen, hogy a klímasemleges gazdaságra történő átállás Európában is, globálisan is, de Magyarországon is. Ma úgy tűnik, hogy 80%-ban energetikát érint. Ugye az összes globális üvegházgáz kibocsátásnak a 80%-a az energia, fosszilis energia felhasználásból származik, és gyakorlatilag ezeket az energiaforrásokat ma még globálisan, ezek az energiaforrások kb. 80%-át teszik ki az energiafelhasználásunknak, tehát szenet, olajat, földgázt, jelenleg ma még a globális primer energiamixben ez 80%-át teszik ki, tehát ezért ez a 80% ez nagyjából. Szóval az energetikával valóban foglalkoznunk kell. Úgy tűnik, hogy ha a kínálati oldalt nézzük, hogy mi tudja megoldani ezeknek a kiváltását, karbonmentesítését, akkor minden létező alternatívára szükségünk lesz, ha ezt a 2050-es célt el szeretnénk érni. Tehát ez egy rossz hír azoknak, akik például a nukleáris energiát nem szeretik, mert úgy tűnik, hogy például a nukleáris energia is egy olyan ez a része a megoldásnak, és nem a problémának a része zöld átállás szempontjából. A harmadik pont az, hogy a földgáz szerepét ebben a klímasemleges átállásban nem lehet túl korán feladni. Ez talán majd a beszélgetés későbbi részében lehet érdekes. Ugye ma egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a földgáznak nagyon rossz imázsa lett. Néhány évvel ezelőtt a földgázt még a klímasemleges átmenet bridging fuel-jének, tehát annak a fosszilis energiahozónak tartottuk, ami segít a zöld átállásban, hogy azon a hosszú úton nem maradjunk energiaforrások nélkül, mert a földgáz az a legklímabarátabb fosszilis energiaforrás. Most az orosz-ukrán háború miatt nagyon rossz az image a dolognak, és félő, hogy túl korán dobnánk ezt a dolgot ki, csak akkor az a probléma, hogy az egész átmenet összeomolhat, tehát ez egy nagyon lényeges pont. A negyedik üzenet az energiatárolásra vonatkozik. Ugye a földgáz az egy lényeges eleme szerintem az átállásnak, a másik pedig az, hogy hogyan tudjuk tárolni azt a megújuló villamos energiát, ami a kritikus komponense lehet egy ilyen átmenetnek, gondolom erről is fogunk majd még beszélni, ami viszont ma még nem megoldott, hogy hogyan lehet nagy mennyiségű villamos energiát hosszú távon, nagy mennyiségben nyáról télre eltéve tárolni. Ugye ez a többi energiahordozónál már megoldott, olajat, földgázt, szenet tudunk tárolni, tűzifát is tudunk tárolni, de villamos energiát azt is tudunk tárolni, csak jelenleg még nagyon költséges. Úgyhogy itt egy óriási innovációs kihívás van. Végül az orosz-ukrán háborúról annyit, hogy itt a pénzügyi piacokon okozott nehézségek ellenére én azt gondolom, hogy ez inkább felgyorsíthatja a zöld átállást Európában, Magyarországon is, hogy miért, arra még visszatérnék. És egy pár ábrát is hoztam, ezeket megpróbálok gyorsan végig szaladni. Az első az abból a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiából származik, amelyet 2020-ban alkottunk még meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban, illetve a kormány elfogadott, és ami azt mutatta és azt az eredményt hozta, hogyha Magyarországon, kicsit Magyarországra hivatkozva át akarunk állni erre a 2050-es klímasemleges gazdaságra, akkor az magától nem fog menni, tehát egy ilyen ölbetett kész politika az körülbelül a kibocsátásainknak a szinten tartásához, 61 néhány millió tonna éves kibocsátásunknak a szinten tartásához elég. A GDP-nek körülbelül a 3-4%-át kellene évente szisztematikusan a zöld átállásra költeni ahhoz, hogy a szürke vonal stagnálása helyett 2050-re valamilyen pályamentén eljussunk a karbonsemlegességig. Ez a NATO-tagságunk költségével, vagy nagyságrendjével egyezik meg. Tehát ez nem egy lehetetlen nagyságrendnek tűnt 2020-ban. És hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy ma is az a helyzet, hogy az energiai import számlánk, ugye 2019-es szám van itt, az a GDP-nk 3,8%-át tette ki, akkor ugye ez a kérdés, hogy arra költjük-e a pénzt, arra fordítjuk a pénzt, hogy importáljuk az energiahordozókat, vagy pedig ehelyett beruházásokba tesszük, és lényegében egy szisztematikus program révén megszabadítjuk magunkat a fosszilis importnak a költségétől. Ugye ezt érdemes mérlegelni, és nyilván inkább azt gondolom, hogy akik itt ülünk, az utóbbit választanák szívesen. Van itt egy becslés is, ez megint ezt a energetika 80%-ot erősítené meg, hogy
ennek a összesen ilyen akkor 2020-ban 24 ezer milliárd forintra becsült beruházási költségnek, amit az átállásba kéne fektetni, hogy az hogyan oszlana meg az ágazatok között. Itt látszik, hogy több mint 90% az energia ágazatba kéne érkezzen, a mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, ipari kibocsátások, földhasználat is lényeges, de úgy tűnt, hogy a legköltséghatékonyabb opciók azok az energetikai szektorban. És ez az ábra illusztrálta, hogy körülbelül a magyar energiamixet illetően milyen fő változásokra lenne szükség ahhoz, hogy eljussunk a 2050-es klímasemlegességig. Itt az első öt oszlopot, ha nézzük, csak a színekre érdemes figyelni, a sárga oszlop az a földgáz, felhasználása szürke, az az olaj, a legalul az a vékony, az a szén, tehát ezek a rossz energiahordozók, ha úgy tetszik, a piros a villamosenergia, és azt látjuk, hogyha megint az ÖTK, az az ölbetett kézt jelöli, az ölbetett kézzel megyünk, akkor lényegében 2050-ig nem nagyon történik semmi. És az utolsó négy oszlop mutatja, ez a Kácsi, ez a korai cselekvés forgatókönyv volt, tehát amikor elkezdünk tényleg szisztematikusan beruházni az átmenetbe. Ott a legfontosabb trendek, az látszik az, hogy van egy jelentős végső energiafelhasználás csökkenés, mert energiahatékonyságba fektetünk, mert a villamosenergia sokszor sokkal hatékonyabb megoldás, mint a fosszilis energiahordozók, és a sárga és a szürke részek, tehát az olaj és a földgáz felhasználásunkat a piros, a megújuló vagy karbonsemleges villamosenergia termelés váltja feldöntő részben. És akkor ebből az elemzésből igazából összeállt az, hogy mi a Magyarországon legalábbis a karbonsemleges átmenetnek a tematikája, mik azok a fókuszterületek, amire a cselekvést koncentrálni kell, és a felső dobozok igazából a zöldek mutatják ezeket a szakmai fókuszterületeket. Mindenek előtt a villamosenergia szektor, a villamosenergia termelés dekarbonizálását, karbonmentesítését, és utána a karbonmentes villamosenergia felhasználással az e-mobilitás révén a közlekedés zöldítést, illetve villamosenergia felhasználással a földgáz kiváltása a fűtési célra, az megint egy nagyon nagy lépés a dekarbonizáció felé, és a maradó részt pedig egyéb megújuló energia megoldásokkal lehet kiváltani. A második sor mutatja azt, hogy milyen kulcs technológiák kellenek ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és itt mindenképpen kiemelném a hidrogéngazdaság fejlesztést, illetve a korszerű, nagy teljesítményű, fenntartható villamosenergiatárolás, vagy akkumulátoros, vagy akkumulátoripar fejlesztést, amivel itthon ugye komolyan állunk, és nyilván vannak olyan támogató területek, ami nélkül ezt az egészet nem lehet megcsinálni, tehát a pénzügyi piaczöldítés nélkül, ha nincs pénz, ha a befektetések nem a jó irányba áramlanak, akkor ez az egész csak álom marad, úgyhogy a zöld pénzügyeknek a kérdése az kritikus. És ugye ez 2020-ban állt össze ez a kép egyébként itthon, és azóta azért volt néhány trendszerű változás ebben a nagyon sűrű elmúlt két évben, ahogy ezt már hallottuk Harangozó Gábortól, és én itt négyet ragadtam ki. Az első az EU klímapolitikai ambíciójának az új szintre emelése, hogy 2020 környékén, hogy hosszú ideig 40%-os 2030-as kibocsátás csökkentési célról készültünk Európába. Arra hosszú ideig készült konzisztensen Európa, és ott hirtelen politikai okokból ez megnőtt 55%-ra, és azóta is nő, ugye a földgáz az lekerült a jó dolgokról listájáról, és átkerült a rossz dolgoknak a listájára, tehát ott elég sok minden történt EU politikai szinten is, amiről talán érdemes beszélgetni. 2021 közepétől Covid után megindult egy globális energiakrízis, amit aztán idén februártól az orosz-ukrán háború, és az ahhoz kapcsolódó kétoldalú ugye energiafegyver használat fokozza, ugye orosz részről a keresletszűkítés, EU részéről az embargóknak a bevezetése, és ez egy ilyen globális makrogazdasági környezet átalakulást is, egy radikálisat hozott, lassuló növekedés, emelkedő inflációs és tőkeköltség környezet, ami korábban nem volt jellemző. És akkor igazából az a kérdés, hogy ez a mostani fejlemény ez mennyire, mit hoz, és mondjuk az orosz-ukrán háború az gyengíti vagy erősíti a klíma átmenetnek az esélyeit. Én annak a pártján lennék, hogy döntően ezek egymást erősítő folyamatok, mert a zöld átmenet 80%-ban, ahogy beszéltük, energiaszektor történet,
ez a fosszilisok kiváltását szolgálja, amire a kínálati oldali megoldások, megújuló energia, energiahatékonyság, nukleáris energia, CCS, esetleg CSU. Mit okoz az orosz-ukrán háború? Hát azt jelenti, hogy szeretnénk megszabadulni az orosz fosszilis energiahordozóktól, most amennyire lehet. A jelenlegi helyzetben ez micsoda, szén, gáz, olaj, ugyanaz a folyamat. Ezt kétféleképpen tudjuk csinálni, vagy az orosz helyett más hagyományos energiaforrásokat keresünk, ez nem annyira klímakonform, a másik viszont az, hogy ugyanazokat az alternatívákat alkalmazzuk, mint az eredeti forgatókönyv esetén alkalmaztuk volna. Egy nagy probléma van, hogy a jelenlegi helyzet, ahogy mondtam, a pénzügyi piacokat fölkavarja. Tehát ha a finanszírozás nem lehetetlenül el, akkor ez a gyorsulás, ez lehetséges. Viszont a finanszírozási oldal se tűnik szerintem megoldhatatlannak, hiszen mit látunk? Inflációt, kamatemeléseket, ez drágítja a beruházásokat, és a zöld beruházások olyanok, ahol a CAPEX nagyon nagy, tehát gyakorlatilag elől nagyon fejnehéz projektekről van szó, alacsony az OPEX, és ennek következtében emelkedő, de alacsony volatilitású a termelési önköltség, mert előre tudom, hogy 20 évig körülbelül milyen költség mellett tud termelni a projekt, ez egy gázos erőműnél például nem nagyon lehetséges. És a harmadik tényező, hogy ilyen 100 dollár fölötti olajár, meg 100 euró fölötti gázára jellemző, ez egy nagyon-nagyon magas fosszilis árkörnyezet, ami viszont iszonyúan megtérülővé tesz mindent, ami ezektől való szabadulásra vonatkozó projekt. Tehát ezek a tényezők együtt egy drasztikusan javuló megtérülési környezetet teremtenek a zöld beruházásokra, és új üzleti modell lehetőséget is megnyitnak, hosszú távú szerződéseknek újra virágkora lehet a következő időszakban, illetve hát ennek következtében drasztikusan megnőhet a beruházási igény ilyen fejlesztésekre. És az utolsó ilyen bevezető ábrát, azt megpróbáltam összefoglalni, hogy az a négy nagy csoportja a kínálati oldali dekarbonizációs alternatíváknak, amiket szoktunk emlegetni, energiahatékonyság, nukleáris energia alkalmazása, megújuló energia, itt a döntően a időjárás függőre gondolnék, mert a nem időjárás függő az annak semmi problémája nincs, tehát annak igazából nagy problémái nincsenek. Illetve a szén megkötés és hasznosítás. Itt azt próbáltam megnézni, hogy technológiai szempontból, üzleti modell szempontjából, megfelelő ösztönzők, illetve potenciális akadályok szempontjából, hogy állunk ezekkel a kínálati oldali lehetőségekkel. A zöld nyilván azt jelöli a véleményem szerint, ahol nagyjából látszik, hogy nagyjából rendben vannak a dolgok. Ez a kis ilyen lilás vagy sárgás, hát vannak még problémák, a piros pedig a komoly kihívásokat jelölni, úgyhogy hát itt csak nagyon gyorsan energiahatékonyságnál azt gondolom, hogy érett technológiákat ismerünk ma már a beavatkozásokra, épületenergetikától kezdve nagyon sok más területeken. Jó üzleti modellek alakultak ki, tavaly elindult az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, ESCO finanszírozást ismerjük, mint bevált dolgot, operatív programok energiahatékonyságra sokat akarnak költeni, tehát azt gondolom, hogy pénz és üzleti modell van ilyen beruházásokra, a magas olaj és gázár szuper ösztönző, nem is kell mást kitalálni. A kérdés, hogy finanszírozás ilyen pénzügyi piaci környezet mellett azért az hogy alakul majd. Nukleáris energiánál ott azért a technológiai érettséggel kapcsolatban azt kell mondani, hogy nem minden világos, tehát azok a típusú blokkok, ami itt is épülne, ott egykészült, abból talán eddig, illetve vannak ilyen kicsi moduláris reaktor próbálkozások, az is hát leginkább repülőgép anyahajókon szokták azokat kipróbálni eddig, de nem polgári alkalmazásban. Piaci modell ösztönzők most árkörnyezetben vannak, de hát a háború azért egy Paks 2 projekt szempontjából nyilván nem egy jó hír. Megújuló energetikánál érett technológia, jó üzleti modell, olaj és gázár nagyon erős ösztönzést ad. Ott a megújulók rendszerintegrációja és az energiatárolás az, amit érdemes talán megoldani, és a karbon megkötés és hasznosítás az pedig egy nagyon ígéretes területnek tűnik, alapvetően vegyi
ipari alapanyaggyártásra hallottam, hogy Szegedi Egyetemen nagyon komoly kutatások vannak, de hát azért ez még kutatási fázisban van, és nagyon nehéz érdekes módon koncentrált, tiszta CO2 forrást találni, amiből aztán utána ilyen vegyi ipari alapanyagtermékeket lehet gyártani. Úgyhogy elnézést kicsit hosszú bevezetőért, aztán majd meglátjuk, hogy milyen irányba fordul a beszélgetés. Hát köszönjük szépen, most Vadovics Edinát kérnénk meg, hogy egy picit a energiafogyasztás oldaláról világítsa meg a klímasemlegesség felé vezető lehetőségeinket. Köszönöm szépen a lehetőséget, örülök nagyon, hogy ilyen körben beszélgethetünk erről, látok sok közös témát, sok felvetést már a legelejéről is, amire én is ki fogok térni. Én gondoltam, hogy onnan indítom, hogy hová kell eljutnunk. Ez a UNEP egy 2020-as jelentéséből van ez az ábra, és azt mutatja, hogy globális szinten a különböző jövedelmi kategóriáknak mekkora karbonlábnyom csökkentésre van szüksége ahhoz, hogy eljussunk a 2030-ig ideális 2-2,5 tonna széndioxid per fő per év kibocsátásra. Ezt a kis vízszintes vonalon álló emberke mutatja, hogy azért ez egy elég nagy kihívás, tehát magyar lakosság a középső 40% és a nagy része a középső 40%-ban, a legalsóban is nyilván vagyunk, de a leggazdagabb 10%-ban is azért vannak köztünk is, szóval azért minden rétegben vagyunk itt is, és elég nagy kihívás ez 2030-ig, de 2050-ig ezt még tovább kéne vinni 0,7 tonna széndioxid kibocsátás per főre, ami nagy hívás, főleg a következő ábra fényében, ami azt mutatja, ezek nagyon friss adatok, a másfélfokos életmód EU-s kutatási projektből származnak, még nem is publikáltuk most, mutatjuk először. Ez azt mutatja, hogy főként Európai Uniós országok hogy állnak az egyfőre jutó karbonlábnyom szempontjából, én külön kiemeltem Magyarországot. Látjuk, hogy hát 2015-ös a legteljesebb adatsor, amit tudtunk találni, ami minden országra volt. Látjuk, hogy most bőven a függőleges vonalakkal ábrázolt 2030-as és az alacsonyabb 2050-es szint fölött vagyunk. 2030-ra is itt elővetítést úgy készítettük, hogy a várható és biztosan bekövetkező technológiai változások benne vannak, de például a viselkedés változással elérhető megtakarítás nincs benne, tehát ez növelhet, ez a csökkenés, de látható, hogy egyedül Horvátország van 2030-ra a megfelelő karbonlábnyom szinten, de 2050-re ez elveszik, 2050-ben a mai, ha így folytatjuk, és csak a most látható technológiai változások vannak, akkor nem fogjuk tudni teljesíteni ezt a karbonsemlegességhez szükséges szintet. Ebben a környezetben hogy vannak a háztartások? Most kicsi vagy nagy a hatásunk, sok mindent tehetünk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy kicsi, mert hogy nem használunk olyan sok energiát, de igazából Magyarországon az energia végfelhasználás majdnem harmada a háztartásokhoz köthető. Ez azért nagy felelősség. Ugyanúgy, ha globálisan nézzük, a karbonkibocsátások, ugye aminek egy része csak az energia, bár jelentős része, de nem a teljes része, kétharmada köthető mindennapi életünk. Mindemellett például Magyarországon sajnos 2010 és 2019 között az otthonok energiaigénye nőtt, ahelyett, hogy csökkenne. Ezzel Európában, Európai Unióban elég egyedül vagyunk, Bulgáriában van még növekedés, de az összes többi országban csökkenés volt, tehát itt van mit tennünk, de hát ezt tudjuk szerintem mindannyian, hogy a magyar otthonok energetikai állapota fejlesztésre szorul, és a magyar háztartások 20%-a energiaszegénységben él, de emellett, ahogy hallottuk az elején, sok magas az energiafogyasztásuk, tehát egy ilyen környezetben jó nagy elvárásokkal kell nekiindulnunk, és ugye az energiaszegénységben élő háztartások valószínűleg még emelni is kell, hogy emeljék a karbon kibocsátásukat, vagy olyan megoldást találunk az alapenergiaigények teljesítésére, ami karbonszegény vagy karbonmentes, tehát ez egy extra kihívás.
Ezért, hogy így most csak az alulról jövő, és tényleg a lakosság, a keresleti oldalon lévő megoldásokat nézzük, fontosnak tartottam említeni az energiaállampolgárságot, ezt az Európai Unió is, mint egy fontos, erősítendő folyamatot és dolgot említi, hogy eljussunk a passzív, általányt fizető fogyasztókból, akik csak várják havonta a számlát, kifizetik, nem igazán vannak tisztában a fogyasztásukkal, nem tudják, hogy hogy tudnának takarékoskodni, egy aktív, fogyasztást ismerő, csökkentő és már termelő fogyasztó állampolgáig, tehát aki már termel is energiát, nem csak fogyasztját. Következő ábrán látszik, én nagyon sok energiaállampolgárságra vonatkozó példát feltüntettem, ezeken nem kívánok most mind végigmenni, csak ezzel azt szeretném szemléltetni, hogy nagyon sok lehetőség van, nagyon sok létező, ezek mind létező formája az energiaállampolgárságnak. Mi most térképeztünk fel 600 példát az Európai Unióban, és ez a 600, ez nem reprezentatív, tehát ennél jóval több van, tehát nagyon sok van, nagyon diverzek, ugye onnan kezdve, hogy megismerjük a saját fogyasztásunkat, elkezdjük csökkenteni, aztán szigetelünk, nyilázárot cserélünk, megújulót használunk, aztán már passzív, aktív, autonóm házat építünk. Ezek mind fontos példái annak, hogy csökkentsük az energiaigényünket, illetve elinduljunk a karbonsemlegesség felé. De nagyon fontos, hogy közben tudatossá váljon a csökkentés, mert nagyon sokan azért lesznek például aktív házban lakók, mert az most egy trend, hasznos, csökkenti a rezsit, ez tény, de nem feltétlenül csökkenti en bloc a karbon lábnyomukat, mert pont a visszacsapó hatás miatt azt a megspórolt energiát esetleg repülésre, karbonintenzívebb étkezésre fordítják. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés. Minden esetre sok példája van, csökkentés felé elmozduló is. Azokat akartam kiemelni most, amit bármennyien, bármelyikünk, akár holnaptól elkezdhet, beruházás nélkül a mindennapi viselkedés megváltoztatásával. Ennek a jelentőségét is és gyakran lebecsüljük, de rengeteg bizonyíték és jó példa van arra, nálunk a Green Dependentnél az elmúlt 10-15 évben több ezer háztartás és sok munkahely is, itt azért a munkahelyeket is, irodákat is érdemes kiemelni, hogy kicsi odafigyeléssel 7-10%-os megtakarítás elérhető, és akkor már egyből kevesebbet kell ugye megtermelnünk bármilyen módon is, de ha valaki jobban odafigyel, nagyobb változtatásokat is végez, még mindig csak viselkedésre, 20-30%-os megtakarítás elérhető, rengeteg jó példa létezik nálunk Magyarországon is, és hát mire érdemes fókuszálni, a háztartási energiafogyasztásból a legnagyobb rész a fütésre megy el, 70-75%, tehát először elég fontos azt megcélozni, aztán a melegvíz, elektronikus eszközök, rengeteg tippet tudunk mi ebben adni, ezekben most nem mennék bele, szerintem nem is azért vagyunk itt, hanem hogy ez lehet, és ami fontos, hogy az energiaszegénységben élőknél is lehetséges, ez egy konkrét példa a Dián, amit egy bagi romatelepen szervezett energiaközösség ért el, az EON Energiaközösségek programunk 2016-2017 évadában, ők viselkedésváltozással 27%-kal csökkentették az egyébként átlagosan nem nagy energiafogyasztásukat, de az ő kicsi otthonméretükhöz képest mégis nagy és pazarló fogyasztásukat, azzal, hogy vízkötelenítettek, nem ment éjjel-nappal a tévé, hogy nem raktak be extra elektromos fűtést. Tényleg lényeges energiamegtakarítást lehetett elérni, amit ugye náluk az életminőség növelésére is lehetett fordítani egyéb szinteken. Tehát lehetséges nem csak nagy fogyasztóknak. De ahogy már említettem, a karbonlábnyom nem csak az energiából áll. Itt szintén a friss kutatásunk eredményeit mutatom. Az EU 27 tagországának átlag karbonlábnyom eloszlása
hogy hogy oszlik meg a különböző fogyasztási területek között, és alatta a magyar. Mind a kettőnél látszik, hogy az energia direkt és indirekt kibocsátások nagy részt tesznek ki, ez a piros színű, még nagyobb a mobilitás közlekedéshez kapcsolódó karbonkibocsátások, és szintén fontos az élelmiszer, ami a sárga, a kék pedig, ami egy lejelentős tényező, meg a lakhatáshoz kapcsolódik, hogy milyen házakban, milyen építőanyagból készült házakban élünk. Tehát ezekre a területekre érdemes a legnagyobb figyelmet fordítani, ha karbonsemlegesek szeretnénk lenni, és karbon lábnyomot csökkenteni. Szerettem volna még egy gyakorlati példát mutatni, hogy csak azzal, hogy jó lakhelyet választunk, jól választunk lakhelyet, szinte a karbonlábnyomunk összes tényezőjére tudunk figyelni. Ez egyébként a másik oldalról, a kínálati oldalról, az infrastruktúra fejlesztéshez adhat ötleteket. Ha olyan helyen van egyrészt a saját döntésünk, hogy mekkora méretű a lakásunk, és milyen az energetikai állapota, ez nagyban befolyásolja ugye az energiafogyasztáshoz köthető karbonlábnyom méretet, de a lakhelyünk azt is befolyásolja, hogy tudunk-e élelmiszert termelni, vagy ha akármi nem, akkor van-e ott helyben piac, valamilyen közösségi kezdeményezés, mert ezeken keresztül tudunk helyi, szezonális, bio élelmiszerhez jutni, ami karbon lábnyomban sokkal alacsonyabb, mint a nem szezonális, nem bio termékek, nem helyi termékek. Ugyanúgy a lakhelyünk fogja azt is meghatározni, hogy mekkora a közlekedés igényünk. Van-e ott tömegközlekedés, van-e ott bicikli hálózat, közel van-e az iskola munkahely, tehát a lakhely kiválasztása és állapota a karbon lábnyom csökkentés szempontjából nagyon fontos, illetve, hogy biztosítsunk olyan lakhelyeket, ahol vannak ilyen infrastruktúrák, amik lehetővé teszik az alacsony karbon lábnyomos életet. Ebben csak hamarosan kibocsátunk egy listát, egy 50 életmód opcióval álló listát, irodalom és szakértők interjúzása alapján, amiben Marcival is interjúztunk, hogy megtaláljuk, hogy mik a leghatékonyabb karbonlábnyom csökkentő opciók. Minden területen van, és olyasmire is érdemes gondolni, hogy például mi a munkánk. A munkánk az hozzájárul ahhoz, hogy karbonsemlegesebb legyen az élet, kisebb lábnyomos, vagy esetleg olyan termékeket árulunk, gyártunk, stb., ami ezt nem segíti. Tehát a munkaválasztás, a befektetéseink is ez irányba hatnak. Ugye egyedül csak limitáltan fog menni a háztartásoknak, a munkahelyeknek. Sok mindent el tudunk érni, változást tudunk generálni, a társadalmi normák, elvárások megváltoztatása felé tudunk hatni, és kialakítani egy igényt a döntéshozókban, cégekben, politikusokban egyaránt, hogy erre szükség van, ezt a lakosság akarja, nem utasítjuk el. De ugyanakkor a másik oldalról nagyon fontosak a struktúrák, hogy van-e lehetőség arra, hogy karbonsemlegesen éljünk. A támogatások, az előírások, a szabályok, a pénzügyi ösztönzők és a széles körben kommunikált társadalmi normák, elvárások ezt támogatják-e, vagy ez ellen hatnak-e? Tehát a kettő oldalt erősen össze kell hozni. Jó sok mindent így bedobtam a közös gondolkodásunk kosarába, hozzáadva szerintem már az egyébként is sok érdekes témához, amit ki lehetne fejteni, úgyhogy köszönöm szépen, és kíváncsian várom, hogy haladunk tovább. Hát én is nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon izgalmas bevezető gondolatokat, és tényleg ugye kirajzolódik, hogy itt a klímasemlegesség felé vezető úton ugye a kínálati és keresleti oldal az egyaránt fontos, és ugye a szakpolitikai, szabályozói, befektetői, vállalati, illetve a fogyasztói oldal az ugye egyaránt fontos. És hát ugye hát ezek az erőfeszítések hát egy ideje már vannak, illetve ugye benne vagyunk. Hát, hogyha ezeknek a eredményességét nézzük egy kicsit ugye visszatekintő jelleggel, akkor ugye az látszik, hogy ugyan a lendület ez egyre nagyobb, még ugye itt a kimeneti oldalon
széndioxid kibocsátás tekintetében még ugye vannak kihívások. Itt ugye, ha picit visszatekintünk, itt 2008-as, 9-es pénzügyi gazdasági válság idejére, ugye ott volt egy ilyen kis megtorpanás, ott a, talán ajándék hatásként is, de ugye a széndioxid kibocsátás egy picit csökkent, azóta emelkedett. Viszont ugye most jelenleg olyan hát léptékű változások, történések vannak a világban, aminek a végső eredményét nem látjuk még, de valószínűleg fogjuk hamarosan. És hát ugye az eddigiekből ugye úgy tűnik, hogy ezekből is talán a legjelentősebb, ugye ez az idei hát energia helyzet, ugye földgáz kínálatának, árának, stb. Alakulása. De hogyha esetleg még egy közbűső ugye lépést is ugye megnézünk, ami az életünket azért eléggé átalakította, ugye 2,5 évvel ezelőtt kezdődött, itt a Covid járványra gondolok, most itt elsőre talán úgy tűnhet, hogy inkább a fogyasztási minták mentén okozhatott változás, de az is lehet, hogy itt a kínálati oldalon is elindultak emiatt is változások. Tehát itt ugye már rátérve egy kicsit itt erre a közös ugye beszélgetésre, én igen, azt szeretném megkérdezni, hogy látjuk, hogy látjátok és konkrétan egyelőre csak a ugye Covid miatti változások hatását a ugye karbon kibocsátásra, akár termelő, akár fogyasztói szempontból, nem tudom, tehát ez egy ilyen kötetlenebb beszélgetés keretében esetleg meg tudnánk nézni, hogy a jelenlegi tapasztalataink így 2 év távlatában alapján látszik-e már olyan irány, bizonyos tekintetben ez ugye hozzájárult, segített bennünket a karbonkibocsátások csökkenésében, vagy esetleg vannak-e olyan hatások, ahol meg az eddigi erőfeszítéseinket nehezíti. Nem tudom, hogy igen, milyen sorrendben haladjunk, akár tarthatjuk akkor egy csak nagyon röviden, én úgy látom, hogy a Covid az átmenetileg hozott visszaesést a globális kibocsátásokban, mint ahogy a gazdasági teljesítményben is azzal párhuzamosan csökkent a globális kibocsátás, és utána gyakorlatilag nagyon gyorsan visszapattant az előzetes szintre. Tehát ami a globális kibocsátásokat illeti, ott szerintem sokat, hát most nem tudom, lehet egy járványra azt mondani, hogy segített, de nem segített. Tehát már az látszik, hogy ez egy nagyon átmeneti hatásnak tűnik, hogy egyébként a globális járvány mennyire gondolkoztatta el az embereket arról, hogy jól élünk, úgy élünk-e, ahogyan ezt az Edinától hallottuk, vagy ezek a szempontok fontosabbá váltak-e, hogy megváltozzunk egy kicsit ennek a hatására. Azt nem tudom, ilyen kutatásokat nem nagyon láttam, de akkor sok gondolkodás meg beszéd volt előr. Nyilván például egy ilyen fejlemény, mint ami a home office általánossá válása és a munkavégzésnek, az otthoni munkavégzésnek egy sokkal masszívabb jelenléte, az biztos, hogy hosszú távú hatással van ezekre a dolgokra is, hogy pozitív vagy negatív, az egy kérdés, úgy tudom, itt is ellentmondásosak a kutatási eredmények, de nekem körülbelül ennyi jut eszembe a Covidról. Igen, hát ugye valóban ugye a home office-nál egy áttörést hozott, amit nem lehetett volna elérni más módon, mert a munkáltatók kevésbé bíznak a kedves munkatársaikba, úgyhogy én is hallottam ilyen sztorit, hogy kijött megnézni, hogy főze ebédet esetleg a kedves munkavállaló helyettől dolgozna, tehát ugye a mindennapi mobilitásban egy tartós visszaesés van, az nyilvánvaló, de viszont rengeteg elnyomott aspiráció van a turizmus tekintetében, tehát itt óriási visszapattanás fog jelentkezni várhatóan. És egyébként ez az egész történetnek valószínűleg ez a visszapattanó hatás egy kulcs tényezője lesz. Én nagyon-nagyon optimista voltam, amikor láttam, hogy az Európai Unióban az üvegházgáz hatás milyen szépen megy le,
Aztán elővettem egy ábrát, lehet, hogy majd be lehet vágni, mert hoztam, csak nem mutattam meg, ami azt mutatja, hogy mennyi energiát használ az Európai Unió, és akkor, ha arra ránézek, akkor viszont azt látom, hogy 2020-ban akkor ugyanannyit, mint 1990-ben, tehát 30 év alatt nem csökkent az energiafogyasztás, pedig ugye volt egy nagy szerkezetváltás, ugye a kelet-európai országokban volt akkor egy nagyon nagy energiahatékonysági javulás. Ezt a kereslet növekedése szépen megette, volt ugye egy válság, 2008-10-es, az egy kb. 7 évig gyakorolt hatást, utána megint növekedett a kereslet, most megint van egy válság, és vannak ilyen csodálatos elképzelések, mert nagyon jó kínálati intézkedések. Most az a kérdés, hogy ezt a visszapattanó hatást itt is meg tudjuk állítani, vagy ugyanaz fog történni, mint az eddigi mondjuk energiahatékonysági intézkedésekkel, vagy egy ideig hatott. Mi erről a véleményed? De azért a 2020, tehát a 2020-as, ha úgy tetszik, klíma és energetikai céljait az EU azért elérte. Tehát ott volt egy 20-20-20-as, talán még emlékszünk erre a 2020-ra, 20% kibocsátás csökkenés, 20% megújuló, 20% energiahatékonyságjavulás. Talán az energiahatékonyságjavulást nem sikerült hozni, de ami a klíma szempontból azért fontos, az üvegházgáz kibocsátás. Ott a 20%-ot nagy nehezen, de azért hozta az Unió. Hát ugye a terv az volt, hogy ezt majd akkor szép fokozatosan 2050-ig tovább folytatjuk. Mert önmagában az, hogy nő az energiafelhasználásunk, hát végülis, hogyha a megújuló energiafelhasználásunk nő, az nem baj, mert szerintem. Tehát az nem olyan nagy baj. Tehát én inkább, ha ki kell választani, hogy a három mutató közül melyik a legfontosabb, akkor én azért az UHG-t választanám. Én szerintem azért ez egy nagyon kérdéses lesz, hogy kellett takarékoskodni a megújuló energiaforrásra, vagy ezt kezelhetjük úgy, mint egy napenergiából. Az tény, hogy sok van, viszont a fémekből nincsen elég. Tehát nemrég jelent meg egy friss tanulmány, és nagy port kavart, így a fenntartó életmód alternatív energia közösségben, hogy ha a mostani energia szükségletet, globálisat, csak megülóban szeretnénk, az nem lenne lehetséges, mert nincsen elég fém. Ugye nem energiából nincs elég, hanem fémből. Tehát ez a csökkentést szerintem nem tudjuk elkerülni, mert ugye végső soron, ha a nukleáris nézzük, ott sem megújuló az energiaforrás. Tehát ott is van, ami kimerül, és ott is vannak egyéb környezeti kockázatok, amik nagy gondokat okoznak, tehát én azt gondolom, hogy a csökkentés elől nem tudunk elmenekülni, de a COVID egyébként mérték az ökológiai lábnyommal, és ugye ők, a Global Footprint Network minden évben kiszámolja, hogy mikor esik a globális túllövés napja, amikor kifogyasztottuk az arra évre megújulóan és fenntartatóan előállítható erőforrásokat, és az visszaesett 3 héttel, amivel egy nagy trend tört meg a COVID hatására, viszont sajnos az azután évben már egyből visszaállt az eredeti tendencia, tehát abszolút egyetértek én is azzal, hogy ez csak nagyon átmeneti volt, bár nagyon sokan várták, és nagy reményeket fűztek hozzá. Abban talán lehet hatása, hogy megtanultunk új viselkedésformákat. Most ugyan úgy tűnik elfelejtjük, de hát ha most az energiaválság hatására újra elővesztük, és már úgymond ismertem fordunk, például, hogy többet vonatozunk, vagy otthon vagyunk, vagy helyben kirándulunk. Az otthoni iroda az csak azoknak csökkentette a fogyasztását, akik előtte nem, vagy csökkenthette, akik előtte nem annyira figyeltek oda, mert mostán jobban odafigyeltek, de például nekünk, akik előtte is például a fűtésre odafigyeltünk, és levettük napközben, nekünk abszolút megnőtt a fogyasztásunk otthon, mert hogy otthon voltunk egész nap, és nem az irodában, és az irodája viszont nem csökkent, ehhez mérten, mert tehát ez egy, igen, mert hogy temperálni kellett, igen, szóval ez az otthoni munka több szempontból is, nem is csak, hogy dolgoznak-e az emberek, hanem a fogyasztásunk szempontjából sem feltétlenül csökkenés. Valahol igen, például ha sokat kell utaznunk napi szinten, akkor abszolút, de... Hát igen, ez egy nagyon érdekes gondolat egyrészt, hogy ugye ez az első sok eredményeként ugye mindenki egy kicsit visszavett, viszont igen, hogyha utána más nem jön, akkor ugye alig várja, hogy akkor betopótolhassa az eddigi
utazásait. És igen, és nagyon egyetértek, ez nagyon szimpatikus gondolat nekem, még hogyha esetleg ez kimutathatóan teljesen hosszú távon nem is löki meg annyira itt a kibocsátás csökkentési célokat, de hát egyfajta ilyen edzés vagy előszobát jelent ahhoz, amiket most fogunk majd látni, vagy ugye most jön, tehát hogy akár itt rá is térhetnénk az idei évre. Tehát ugye a mostani, hát én nem tudom, ezt lehet-e itt energiaválságnak, nem akarom eldramatizálni, de ugye nevezni ezt, hogy itt a fosszilis energiahordozóknak az árai, azok ugye nem ilyen szokásos inflációs mértékben, hanem sokszorosára ugye elszállni látszanak, hogy ennek milyen hatásai várhatók, ugye az részben már itt erről ugye szó volt, de hogy valahogy így ugye összhatásként, akár kicsit csoportosítani, igen, mi az, amit előmozdít, lehetnek-e esetleg olyan kimenetek, ugye most itt, hogyha ez nem is csak karbon oldalról, de hogyha most én nem tudom, a fél agglomeráció meg ország ugye tűzifával kezd el fűteni, most ugye PET palackokról is beszéljünk, tehát az ugye egyéb szempontból meg esetleg visszavett, hogy esetleg még a eddig elhangzottakon túl, amit itt Kaderek Péter megemlített a bevezetőjében, hogy hát igen, mi más mozdíthatná elő itt a klímasemlegesség felé vezető erőfeszítéseinket, ha nem a magas ugye, foszilis energiárak, hogy esetleg nem tudom, erre a témára, hogy az idei fejlemények milyen hát ugye pozitív, illetve negatív hatást gyakorolhatnak, egy picit még visszatérhetnénk itt a lehetőségek, előnyök, hát hogy ezt előnynek lehet nevezni, vagy hogy itt a komfortzónánkból kiesünk, illetve kihívások, amelyeket meg ugye valahogy kezelni kell. Hát akkor kezdem most én. Visszatérve arra az ábrára, amit mutattam, hogy a legszegényebbek fizetnek a legtöbbet fűtésre. Ez ugye, ez az ábra, ez egy régebbi adatbázis alapján készül 4 évvel ezelőttivel, de most, hogy elővettem, most ijesztő. Most egyenesen ijesztő, mert ugye ez előrevetíti azt, hogy esetleg a legszegényebb háztartásoknak fog nagyon elszaladni a fűtés költsége. És egyébként az előző, amiről beszélgettünk, azt még ide belevinném, hogy amikor a karbonlábnyomát számoltam ki a háztartásoknak, a háztartási energiára, akkor az alacsony jövedelmű háztartásoknak alacsony volt a karbonlábnyoma, mert nagyobb arányban fűtenek tűzifával. De egyébként pazarolják, hogyha egyszer rossz az energiahatékonysága a háznak. És ugye a tűzifa is egy korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás, nem akarjuk kiirtani az erdőt, csak azért, mert van egy ilyen időszak. Tehát én szerintem egyébként ez a megújuló energiaforrások hatékony felhasználása, ez a jövő nagy kérdése lesz. Tehát most mindenki annak örül, hogyha kimutatjuk, hogy nagyon sok megújuló energiafordozót használunk, de ha korlátozottá válik ugye az energia elérhetősége, vagy nagyon nehezen küzdünk ezzel az energia átmenettel, akkor bizony fölmerül az, hogy bizony elég hatékonyan használjuk fel akár a megújuló energiát is. Tehát és szerintem nagyon sokat rontott a fogyasztói magatartáson sok helyen a megújuló energia használat. Ha fönn van a napelem, akkor most már mindenki kapcsolni a tévét, a lámpát, ingyen van az energia. Úgyhogy ez ennyit szeretném. Hát egy nagyon nagy fogas kérdés, azt gondolom, ez, amire most rákanyarodtunk. Ott ugye én is azt gondolom, hogy ráadásul azért nagyon, nagyon nehéz ez az elmúlt egy év. Ugye lényeg, hogy az a furcsa, hogy ez még csak egy éve tart. Tehát ha visszagondolunk, akkor 2021 közepén kezdett elindulni az a folyamat, amikor az energiájak egyébként az előtte tartó olyan 6 évnek a történelmi mélypontja után. Tehát ezt most már elfelejtettük, hogy 2021 közepe előtt 6 évig Európában, meg Magyarországon történelmi szinten alacsony volt minden fosszilis energiahordozó ára. Ugye ezért kényelmesedtek el annyira a háztartások, azért lehetett megcsinálni a rezsicsökkentés mellett, meg ugye senki nem nagyon foglalkozott azzal, hogy szigetelje a házát, vagy energiatudatosan éljen. Tehát ez az időszak 21 közepén ért véget, és akkor ott úgy tűnt, hogy ez a Covid utáni gazdasági újraindulásnak a mellékhatása.
de aztán erre ugye rátett a orosz-ukrán háború, és én szerintem ma azt egyértelműen ki lehet mondani, hogy ami ma az európai energiaválságot illeti, annak egyértelműen a földgáz szektora az oka. Ez az a szektor, ahol hát most nem tudunk talán a részletekbe belemenni, de a orosz szállítónak a legnagyobb piaci erőfölénye van Európában, és lényegében olyan mennyiségeket nem szállít az európai piacra, ami révén az árakat tudja manipulálni. A gázárak fölmennek, akkor fölmennek a villamos energiárak is, mert abból termeljük az áramot. És ugye, hogyha megnézzük a négy nagy fő energiahordozónak az áralakulását, akkor az olajnál azt látjuk, hogy ott is magasak az árak, de ott van egy, tehát ott normál 90 eurós vagy 90 dolláros olajár, az láttunk már ilyet. Kategória, globális piac az megpróbálja pótolni az kieső orosz mennyiségeket. Ugye a nagyon ijesztő jelenség idén az, amire azt hiszem, hogy korábban senki már nem számított, hogy ugye a trend korábban tipikusan az volt, hogy a szénnek vége, és a szénről fokozatosan átállunk a földgázbázisú mondjuk villamos energiatermelésre. Ugye ez a trend idén teljesen megfordult, mivel kevés a földgáz és nagyon drága a piacon, ezért a szénárak a korábbi 50 eurós per tonnás árszintről, ha már közgazdász konferencián vagyunk, árakról is beszélünk egy kicsit, 50 euróról 400-ra növekedtek az elmúlt egy évben. Mindenki, mint az őrült szenet használ, mert nincs földgáz, és az meg még drágább. Tehát ez klíma szempontból rövid távon egészen biztos, hogy rossz, meg az egész folyamat rövid távon biztos, hogy klíma szempontból nem jó, mert az energiaellátás biztonsági szempontok kerültek az előtérbe, tehát az, ami még 2020 elejéig mainstream európai politika volt, hogy az első prioritás az a klímavédelem, a 2050-es klímasemlegesség, ma arról beszél Európa, hogy hogy éljük át, vagy hogy éljük túl a következő 150 napot, vagy a telet. Ha úgy tetszik, és ebben inkább az a helyzet most, hogy arra figyelmet kéne fordítani, hogy sokan azt gondolják, vagy sokan azt kommunikálják, hogy a mostani válságnak az oka az a elhibázott klímapolitika Európában. Én más gondolok, én azt gondolom, hogy ez egy háborús helyzet, és itt valójában, ahogy említettem, a földgázpiac, illetve annak a manipulálása a fő oka ennek a mostani válságnak, de azt gondolom, hogy akik foglalkoznak ezzel a területtel, ott nagyon pontosan el kell majd tudni magyarázni, hogy miért nem egy elhibázott európai klímapolitika az, ami ezt a mostani válságot hozza. Már csak azért is, mert már most látjuk azokat a tüntetéseket Prágában, amelyek részben valószínűleg abból a okból fakadnak, amit a elnök asszony említett nevezetesen, hogy azért közgazdaságilag azt a helyzetet értelmezni, meg kezelni, amikor nem másfélszeresére nőnek az árak, meg 5%-kal, meg 10%-kal, ilyen marginálisan, ahogyan szoktuk ezt tanítani, és ha nem 10-szeresére, akkor az teljesen más helyzet, és ugye valószínűleg teljesen más megoldásokat kell kezelni. Utolsó gondolat, én azt gondolom, hogy anélkül egyébként most ezt a helyzetet, hogy valójában összeurópai megoldás szülessen, nem lehet kezelni, tehát ezt tagállamszinten csak elszenvedni lehet, meg valahogy túlélni, de kezelni szerintem semmiképpen. Igen, én nagyon egyetértek azzal, hogy nem elhibázott szerintem se az európai klímapolitika, sőt, akár még lehetett volna például a keresleti oldalt nézzük erősíteni is, még több házat szigetelni, még inkább erőltetni a közel zéró energiás házaknak az építését, főleg amikor rászorulóknak építünk ilyen házakat, mert akkor most nagyobb lenne a biztonság, kevesebb energiára lenne szükségünk. Tudom, hogy ez egy komplexebb kérdés, de például erősíthette volna a háztartásoknak a biztonsági érzetét, hogy nekik nem is kell annyi energia, vagy már van megújuló is, vagy hatékonyan működő, például a biomassza kazán, ami azért nem egy elutasítandó dolog.
Ami érdekes, vagy amire én gondolom, hogy fontos figyelni az áremelés kapcsán, hogy most mi azt érzékeljük, hogy elképesztő módon megnőtt az érdeklődés a rezsicsökkentés iránt, amit ugye mi már 10-15 éve próbálunk terjeszteni klíma szempontból és foszilis energiafelhasználási szempontból, ami összekapcsolódik, csak hogy kevesebb az energiaköltség is. Most nagyon megnőtt az igény, és kicsit fennáll a veszélye annak, hogy a pénz része felé mennek el az emberek, tehát mindegy, hogy csak csökkenjen a rezsi, akár koszosabb erőforrásokkal, és olyan, tehát hogyha tényleg fogyasztás csökkentés, abszolút támogatjuk, csak valamilyen szempontból klímatudatos rezsicsökkentésre van szükségünk, hogy ne csak a pénz részét nézzük, hanem tényleg a kilovattórák, köbméterek csökkenésének a részét is, és ez általában egybe van, de azért van egy kis rész, ahol ez elválik. A másik része, hogy nagyon sok, ezt európai országban is megfigyelhető, támogatást kapnak ugye pont az energiaszegénységben élők, rezsitámogatást, és arra fontos lenne figyelni, hogy ez ne legyen áttételesen igazából a foszilis energia támogatása. Tehát ha úgy támogatjuk a rezsit, hogy a költségek, a gázszámla kifizetésében segítünk, az végső soron a foszilis energiát fogja támogatni. Ezért szerintem fontosabb lenne, vagy hatékonyabb lenne szigetelésben segíteni ezeknek a háztartásoknak, hogy hatékonyabb kályhájuk legyen, például Magyarországon is nagyon jó low-tech, de hatékony kályhák vannak, vagy a megújuló energiába, tehát napelemek felszerelésébe, vagy napkollektorok felszerelésébe segíteni, hogy a melegvíz így legyen. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni szerintem, hogy fog működni a támogatás. Igen, ezekkel köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, én is nagyon egyetértek, és ugye igen, sajnos tényleg ugye az látszik, hogy ebbe a EU-s energiapolitikai hármasban, itt ugye a klíma, ellátásbiztonság, árak, megfizethető árak, ugye itt a rövid távon itt most ugye túlélő üzemmódba kell kapcsolni, és hát ugye most itt az ellátásbiztonságra és az árakra koncentrálni, ahol ugye itt vannak sajnos ugye ellentmondások. Hát itt ugye eléggé, ugye most elkezdtünk itt belemelegedni a vitába, itt az időkeretünknek sajnos ugye itt már végéhez közeledünk, hogy esetleg egy ilyen záró körként még arra tudnátok-e itt az eddig elhangzottak összerakva akár, vagy kiemelve, hogy most akkor igen, nyeljük le a békát itt a idei télen, lesz ami lesz, ne fagyjunk meg, lehetőleg azért inkább a klímatudatosan ne fagyjunk meg, de ahhoz, hogy itt mondjuk középtávon, vagy hamarosan, tehát itt a kilábalás idejében, mi lenne az a legfontosabb dolog, hogyha mondjuk egyet kéne megemlíteni, tehát akármelyik területről, itt olyan nagyon sok minden elhangzott, tehát akár csak így zárásként, az a legfontosabb intézkedés, bármilyen egyéb erőfeszítés, ami visszaállíthatja majd a remélhetőleg pozitív irányba itt a klímapolitikai erőfeszítéseinket. Kezdjem most én. Kezdjük, igen. Én egy nagyon társadalmi kommunikációhoz, normákhoz, elvárásokhoz kapcsolódó javaslatot mondanék. Érezhető az manapság a közbeszédben, hogy sokan kicsit lenézik a takarékos életmódot, vagy kifigurázzák, és szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy ez értéket kapjon. Tehát ez az érték legyen, hogy valaki takarékosan, nem magát sanyargatva, de energiamértékletesen éljen. Tehát a szükségleteit kielégítse, de nem feltétlenül kell emellett hatalmas igényeket is támasztani és kielégíteni. Tehát ez az energiamértékletes, takarékos életmód tisztelete, trendé, követendé dologával alakítás, szerintem nagyon fontos lenne, és ehhez sok mindenki hozzá tud járulni, hogy ez így legyen. Jó. Hát én két dolgot említenék. Az egyik ez az energiahatékonysági kérdés, hogy végre érje el a társadalom alsó 30%-át is, akiket egyébként ezekkel a támogatási programokkal nem lehet elérni. Amit említettél, teljesen egyetértek, ez a low-tech, nem high-tech technológiák, mert 100 000 forint alatt már olyan szinten vannak azok a lakások, hogy 100 000 forinttal, tudom én, 20% megtakarítás simán el lehet érni. És a másik, és ez már az energiarendszerhez kapcsolódik, hogy
hogy most hirtelen megnőtt ugye napelemek iránti igény, mindenki napelemet szerel, infrapanelt szerel, légkondit szerel, és ezt azért úgy nézem, hogy a rendszer nem mindig tolerálja. Tehát, hogy a villamos energia rendszerünk igazából ilyen mértékű visszatáplálásra nem készült föl, van amilyen utcákban ezt már nem is engedik, ezzel nem tudom, hogy mit lehet kezdeni. Úgyhogy itt tovább is passzolom ez a kérdést, hogy lehet-e ezt a hálózatot megújítani. Abszolút lehet, ez egy újabb egyórás beszélgetést kezdene el egyébként. Én ebben optimista vagyok, tehát szerintem az jó, hogy az emberek napelemet szereltetnek a háztetőre, meg egyáltalán a megújuló energiahasznosításban, amit látunk, hogy az elmúlt 5 évben egy tényleg nagyon-nagyon szép exponenciális növekedés van. Én azt gondolom, hogy ez technikailag kezelhető energiatárolókkal, rendszer szabályozási kérdésekkel. Persze nyilván nem lehet ész nélkül haladni ezen, de ez egy, én ezt egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív trendnek és kezelhető fejleménynek tartom. Ami a eredeti kérdést illeti, hogy mi a teendő, én hajlanék arra, hogy az a fajta inkább ilyen etikai fejlemény, amire az Edine utalt, tehát egy kicsit visszatalálni ez a puritán élethez, meg ez egy jó európai hagyomány, ez a protestáns etika, tehát hogy valahogy ebből a mai bolond életből visszatalálni ehhez az élethez, az szerintem egy fundamentálisan jó dolog lenne, nem tudom, hogy ennek mi a realitása, de azt gondolom, hogy az sok mindenre megoldást adna, ami technikai megoldás, de egy kicsit ehhez kapcsolódik. A rövid távon én azt gondolom, hogy ha Magyarországot nézzük, akkor több milliárd köbméterrel csökkenteni kéne a gázfogyasztásunkat, én ezt céloznám meg elsősorban, és európai szinten is a földgáz árakba történő valamilyen okos piackonform, dehatásos beavatkozás lenne az, ami ezt a mostani teljesen ilyen túl reagált, teljesen hisztérikus helyzetet, ami van, ami egyébként tényleg mindenféle összeomlással tud fenyegetni ma Európában, ezt lehűteni, és akkor utána valahogy vissza lehetne térni valamilyen normálisabb kerékvágásba. Hát nagyon szépen köszönöm. Igen, hát ugye ezek a gondolatok is azt mutatják, hogy ugye itt vannak jelentős kihívások, de azért úgy, mintha látszana valami ugye fénysugár is itt a alagútban, vagy vége felé, hát ugye nem tudjuk, milyen hosszú lesz ez az alagút, de annál azért többet tudunk mondani, mintsem, hogy hát majd meglátjuk, meg reméljük a legjobbakat. Itt ugye nagyon sok irányban, nagyon sok minden van, amit tehetünk, ugye mindenféle érintett szabályozói vállalati, sőt ugye itt most, ahogy halljuk, ugye fogyasztói ez ugye kifejezetten. Úgyhogy hát ennek fényében talán egy ilyen a lehetőségekhez képest ilyen optimistább zárással tudjuk ugye ezt a beszélgetést ugye befejezni. Nagyon szépen köszönöm itt a szakértőinknek, vendégeinknek, hogy ugye velünk voltak. Nagyon köszönjük ugye itt a hallgatóinknak is, hogy meghallgatták, megnézték, nyomon követték ezt a kerekasztal beszélgetést, és hát abban bízom, hogy itt a MKT környezetgazdasági szakosztálynak a jövőbeli következő programjait is majd hasonló érdeklődéssel fogják figyelni. Úgyhogy köszönöm szépen itt mindannyiunk nevében, és hát további jó és ugye optimista térrekészülést kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.